Junior és senior kategóriában is kiosztották a tudományért, művészetért kitüntetéseket a Nyíregyházi Egyetemen a tudományünnepe alkalmából. Idén Bíró István Ferenc, Antal Tamás és Kis Kálmán Ervin munkásságát ismerte el az egyetem. A Magyar Tudományünnepe alkalmából szervezett eseményen előadást tartott Balázs Géza nyelvész néprajzkutató is, aki az internet használat magyar nyelvre tett hatását vizsgálta. Egy olyan írásbeliség alakult ki, amire eddig nem volt példa. Az írásbeliség ugyanis föntről szerveződött a magas kultúra felől, és nem is sikerült mindenkinek elsajátítani. Ez az írásbeliség alulról indult el, nem az iskolában tanítják, mindenki tudja, az iskolait nem mindenki tudja, de ezt igazából mindenki ismeri. Kialakult egy nagyon érdekes, tulajdonképpen mindenfajta írásrendszert magába foglaló új írásbeliség. Azért álltam meg egy pillanatra, mert akkor elmondom, hogy mi ez. Tehát egyrészt magába foglalja a képírást az emotikonokkal, vagy emojikkal, tehát a képekkel, mozgóképekkel és egyebekkel. Magába foglalja azokat az írásokat, amelyek magánhangzót nem használnak, tehát kihagynak bizonyos dolgokat, és tulajdonképpen a kiejtés szerinti írásmód fele lép el. Ez nem teljesen idegen a magyar helyesírástól, de azért a magyar helyesírás alapvetően nem csak kiejtés központú. Szabó György, az egyetem rektora hangsúlyozta, a tudomány napjainkban globális kihívásokkal néz szembe, amelyekre sok esetben hiába vannak válaszok, ugyanis rengeteg hamis információ kering az interneten. A tudomány napjainkban egy olyan eszközrendszert kínál a társadalomnak, a Covid, a háborúk, a urbanizáció, élelmiszerbiztonság, környezetszennyezés világában, ami segít egy jelenséget megismerni, ennek a káros hatásai ellen védekezni, megérteni és kezelni. Szabó György úgy véli, mivel az egyes tudományterületek szakismereteiben való elmélyülés sokak számára lehetetlen, sokan hajlamosak inkább az egyszerűbb, érthetőbb, ugyanakkor téves magyarázatokat elfogadni. Az alapvető nehézség egy részterületen ismerettel rendelkező ember számára az, hogy a másik területen jelentkező konteókat, téveszméket sokkal könnyebb befogadni. Tehát a hihető hazugság az sokkal könnyebben befogadható, mint a komplikált, nehezen érthető igazság. És ez ugye a felgyorsult világban, amikor olyan információs nyomás alatt élünk, az elsajátítandó ismeretek a óvodától a felsőoktatásig befogadhatatlanok egy ember számára, tehát az a fajta enciklopédikus tudás, ami az antikvitásban megvolt, vagy akár a francia enciklopédisták ebbe beleálltak, vagy magyar névselhangzón Apácsai Csere János is 1600-as években ezzel a gondolattal érkezett haza Hollandiából, hogy ő megalkotja a magyarok számára az összes tudást tartalmazó enciklopédiát, ez ma már egy szűk területen is lehetetlen. A rektor hozzátette, a tudomány egy biztos igazodási pont lehet mindenki számára, és a Magyar Tudományos Akadémiának nemzetközi szinten is komoly hitelessége van.